Ja, gyerekek, ti nagyon rosszak vagytok, hát az összes játékot meg akarjátok nézni, outfall grafikával. Hát igen, akkor most a Mad Max-et hoztam nektek, nézzük meg, hogy mit tud mutatni nekünk ez a játék. A leginkább lebutított grafikával, 640x480, minden abszolút le van kapcsolva, minden le van véve minimumra, szóval ennél jobban nem tudod leszedálni szegénykét. Hát így nézünk ki, igen, így nézünk ki. Minimum gépigénye nem van a leírásban, meg tudod nézni. Úgyhogy ha minimum gépigény környüli állapotban van a te kis PC-d, akkor a következő látványvilágra számíthatsz. Annyi, hogy még ugye az átvezetők, azok még szebben néznek ki, mert azok előre rendereltek. Szóval, hogy azért is itt kezdtem. Egyébként ahhoz képest a látvány, majd a táj, ez mindig egész kellemesen néz ki. Leginkább ezt a sorozatot azért is kezdtem, mert szeretném kipróbálni, hogy egyes játékok mennyire néznek ki csúnyán minimumba. És azt kell mondjam, hogy még ez a Mad Max, még nem nincs annyira szar állapotban így, teljesen útval grafikán, mint a izé, mint a Farming 19. Ugye ez attól is függ, hogy mennyire, a négyes, innunk kell, mennyire rakják ugye a készítő skálázhatóra, mennyire nagy különbség van az ajánlott és a minimum grafika között. Na, menjünk egy kicsit. Kutyát kell megtalálnom. Aha, és hol van a kutya? Nem itt volt az előbb a kutya? Nem, erre van. Egyébként még így is látszanak a lábnyomok, tök durva. Így is még felszáll a por, úgy ahogy. Így is eléggé részletes a karakter ruházata, csak most várjatok, szemben a nappal állok. Így is van árnyékunk, egyszerűen az árnyék az abszolút, nem tudtam kikapcsolni, nincs ennél lejjebb. Szóval így is van árnyékunk, egész kellemesen néz ki, annyira nem is csúf az egész. Na, no, nem rossz, nem néz ki rosszul, nem tudom ezekkel rendereltek-e ezek az átvezetők, például ez. De szerintem a gameplaynek a motorja real time kreálja, úgyhogy talán ezt is mondható, hogy igen, valószínű, mert egész csupfosan néz ki. Nem. A Mad Max minimum grafikán nem annyira ott van. Picit mennénk tovább, igen, lehet skippelni, jó van. Oké. Kicsit kíváncsi vagyok az egészre, egy picit gyerekek. Ha egyébként megütött ez a Mad Max stílusú. Úgy. Dog's bleeding out. I can fix it. Jó van, oké, megjavítja a kutyát. Oké, mehetünk tovább. Együnk egyet. Nem csúnya. Nem. Annyira nem csúnya, mint a Farming 19 ugye az előző részben. Minimum. Én azt mondom, hogy egy kisebb laptop monitoron a minimum grafikán is élvezhető a Mad Max. Minimum grafikán. Úgyhogy tényleg én, de annyit hozzátennék, hogy azért egy kisebb monitor azért el kellve. Hol lehet itt bemenni? Rossz fele jöttem? Elképzelhető. Igen, ez egy kisebb laptop monitoron. Teljesen frankó. Kicsi bunyó lesz, meg kicsi egy-két dolog még, aztán szerintem annyi lesz a tesztünk, de kellemes. Sokkal inkább kellemesebb, mint... Nézzétek, milyen kis atmoszférikus effektek vannak. Fényeffektek, ugye. Nem annyira veszélyesen csúnya. Mert ez még így is élvezhető, én azt mondom. Tényleg azért ne egy izén akar játszani egy 26-szolos monitoron, viszont egy laptopon teljesen frankó. Ups, majdnem mi is leestünk. A feliratok ugye nem a leginkább olvasható kategóriába tartoznak. Maga játék. Én azt mondom, hogy ha nem lenne más opció, hogy így kellene játszanom, én élném. Ez.
tök jó. Tök jó. Jók a izék, az effektek. Ugye nagyon sok a... Sok minden múlik az akció, nem is csak a grafikán. És ugye nem is voltak annyira pénz sóvárak a készítők, mert ugye onból lehet látni leginkább, hogy mennyire pénz sóvárak, hogy mennyire rakják skálázhatóra, mármint mennyire néz ki otvarul a grafika minimumon. Mert ugye ezt is le tudták volna, esetleg még kikapcsolhatóvá tették volna az árnyékokat, ugye nem lennének dinamikus fények, nem lennének különböző effektek, és akkor ugye még inkább kisebb gépen futna, és ezért ugye még több rétegnek lehetne eladható a játék, de nézzetek például azokat az üvegeket, azokat is kikapcsolhatták volna. És emiatt inkább úgy döntöttek a készítők, hogy ne legyen annyira szar minimum grafikán, hanem inkább kevesebbet fogunk belekeresni, mert a mondjuk az a réteg nem tudja megvenni, aki ugye abba tartozna. Úgyhogy ez nagyon jó. Nekem ez tetszik. Tetszik, ez jobban tetszik ez a mentalitás, mint amikor olyan szintre lebutítasz egy játékot, hogy egyszerűen nem is látsz belőle semmit. Viszont eladható, mivel elfut még egy izé, egy két magos akármicsodán is, érted? Nagyon tuti, tetszik, tetszik. Jó van gyerekek, szerintem ez a teszt, ez nem volt. Még egy kis autóvezetés van, ja, azt mondjátok? Nézzétek, milyen jó kis effektek, oda néz. És ha ezt telefonon nézed, szerintem ez teljesen nézhető. Egy kisebb laptopon is tök élvezhető szerintem ez. Elvileg ugye itt lesz az autós jelenet, itt megpróbáljuk még egy kicsit, hogy néz ki. No, nem csúnya, nem. Nem, esküszöm. Esküszöm, gyerekek. Jó, hát nem izé, nem fullba. Nem fullba vagyunk, de... Nem olyan rossz. Ez meg nyalogatja az izéd vért az őrültje. Az árvezetők is egész kis kellemesek. És látom tényleg, hogy rossz textúrázással van megáldva, szóval ez a játékbeli grafika, hogyha esetleg a karakterekre rákozik, ez pontosan ugyanennyire csúnyák. Ugye éppen nem csúnyák. Szerintem jó. Látod, mert ugye ki is váltott belőle, ugyanazt kapod most is. Jó. Ezzel még elmegyünk, és a homokba ugye a lábnyomok is szépen látszanak. Én ennek a játéknak egy piros pontot mindenképpen, egy piros pontot mindenképp adok. És arra lennék kíváncsi, hogy írjatok olyan játékunkat, amit szívesen megnéznétek minimum grafikán, hogy mégis mennyire butítható. Easy dog, nyugi. Na, jobb kormányos vagy bal? Elvileg Ausztráliából játszódik, aha. Nézzé, nem. Mad Max. Na nézzük. A fizika az ugye tökéletes, mint mindig. Szépen porzik a dolog. Ó, nézzétek mekkora küzék. Nagyon jó. Kövek repkednek, por repked. Kilátó pont. Jó van, srácok, szerintem akkor ennyi lett volna, teljesen élvezhető, én azt mondom ezt még így is. Tényleg, ja, a monitor méretétől függ, ugye meg hogyha esetleg még egy kicsit a felbontást följebb tudod rakni, és nem ennyire pixeles. Én azt mondom, ez a játék még minimum grafikán is tökéletes tud lenni. Látótávolság az nincs butítva, tök jó messze ellátni. Na, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett a videó, hogyha hasonló tartalmat még akartok, akkor mindenképp írjatok, hogy mit próbáljuk még ki így. Sziasztok!